Megérkezett a címer! Egy repülőgépből kiugrott ejtőernyőssel ért földet a Gábor Vencselő címerével ellátott zászló. Ezzel nyitották meg a honvédelmi napot a településen. Látványosságból nem volt hiány, a gyerekek célba lőttek, egy tank belső terét is megcsodálták, de a felnőttek is érdeklődve vizsgálták a különböző fegyvereket. Honfoglaláskori íjász attrakció is színesítette a programot. Minden adott volt ahhoz, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a katonasághoz. Mint az Gáva Vencselő polgármestere beszédében kihangsúlyozta, a településen mindig komoly hagyományai voltak a honvédelemnek. Olyan emberekre lehetünk büszkék, mint a 48-as honvéd ezredesünk Rakovszky Sámuel, vagy az első világháború időszakából Csáki gróf volt honvédelmi miniszterünk, de ne feledkezzünk meg a világháborús hősi halottainkról sem. Településünk neve pedig egészen a honfoglalásig repít bennünket vissza, az akkori harcos őseinkhez, Vencel és Kelész vezérekhez. Vinnai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, a katonák képzésére, a toborzásra és a hadiipari fejlesztésekre ma már sokkal nagyobb költségvetést tud biztosítani az állam. A politikus hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is komoly szerepet kell vállalnia a hadsereg szervezésében. Az a pénz, amit végre Magyarország oda tesz azért, hogy egy korszerű, modern hadserege legyen, egy olyan hadsereg, amely ugye nem csak háborúkban, hanem a mai világban sokféle fronton harcolnak, akár a déli határ védelmével, vagy akár kibertámadásoknak vagyunk kitéve, meg tudja védeni országát és annak polgárait. Benkő Tibor honvédelmi miniszter azt mondta, a tárca feladata, hogy egy biztos életpálya megteremtésével toborozzák a fiatalokat. Kiemelte, a kadét program egyre több lehetőséget kínál a tanulóknak, és a felnőtt önkéntesek száma is folyamatosan emelkedik. Mint mondta, volt is honnan felkapaszkodni, mert 2003-tól 2011-ig mindössze 27 civil tudott beszervezni a honvédség. 2011-ben ezért kezdtük megszervezni az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot, és most már több mint 11 ezer önkéntes tartalékos katonánk van. Köszönet és elismerés a munkájuknak. És lehet látni azt is, hogy itt volt ez a pandémiás helyzet, és ott voltak a katonáink, és most is ott vannak. Mindenütt, ahol szükség van rájuk. És ez az elismerés, amikor a társadalmat ilyen formában szolgálja a honvédelem. Kész és képes bármikor, bárhol fellépni. Elég megvolt itt az ellenség. A különböző bemutatók, a tematikus sátrak és a kiállított katonai járművek szombat reggeltől az esti órákig szórakoztatták a kilátogató családokat.